Londonban vagyunk, valamikor a múlt század végén, egy jól működő üzletben, amely a Scrooge és Marley cég irodája. A két cég tulajdonos közül már csak Scrooge van életben, de az üzlet ajtaja fölött még mindig ott díszelek mindkettőjük neve. A céget egyszerűen így ismerik, Scrooge és Marley. Egyszer az évnek valamennyi áldott napja közül, éppen karácsony estéjén, a vén Scrooge szorgoskodva ült az irodájában. Hideg, zord, harapos idő volt, s még hozzá ködös is. Igen, hideg van az idő, uram. Drága a szép, de ha nem felel még valami önnek, kedves Bob, akkor akár meg is váltunk el egymástól. Világ karácsony bácsikám, Isten éltesse. Ugyan, badarság. A karácsony badarság? Remélem, ezt nem gondolja komolyan. De igenis, világ karácsony? Mi oka van neked újdámságra? Mi okod van neked újdámságra? Ugyan, no. Hát mi oka van magának a mogorvaságra, a rossz kedvre? Elég gazdag. Badarság. Ne legyen haragos bácsi. Hát milyen legyek, amikor ilyen bolond világban élek? Világ karácsony? Karácsonykor az ember egyre sem tesz, és számára közvetít én nélkül. Karácsonykor az ember rájön arra, hogy egy évvel öregebb lett, de egy órával sem gazdag. Karácsonykor az embernek miért lehet készítenie, a könyveiben 12 hónapon át csak veszteséget talál. Ha magam fej szerint cselekedhetném, mindenki, aki vidám karácsony szajkóz, tulajdonképpen igen fizetnék meg. De bácsikám! Öcsé, ünneped a karácsonyt a magad munka szerint. És hagyd, hogy én is magam őszintén ünnepeljem. De hát maga nem is ünnepli, maga csak dolgozik. Valahányszor csak eljött a karácsony, én mindig úgy gondoltam rá, mint jó napokra. És már bácsikám, a karácsony soha egyszer aranyat vagy ezüstöt sem tett a zsebembe, és azt hiszem, mégis jól van magam. Ha magát még egy hangját meghallom, az állás jelentésekről a karácsony. Nagyságok hatalmon szólnak. Csodában nem választották meg képviselőnek. Ne haragudjék, bácsikám, jöjjön el holnap hozzánk, vacsorázzék velünk. Most már menjél a pokolba. Legközelebb ott lássuk egymást viszont. De miért? Halászolgálj. Legalább azt mondja meg, miért nem. Halászolgálj. Scrooge és Marley, ugyebár? Scrooge úrhoz vagy Marleyhoz van szerencsém? Marley, már 7 esztendél meghalt. Éppen ma éjszakon 7 esztendje halálának. Meg vagyunk győződve, hogy életben maradt üzlettársa méltó örököse bőkezűségének. Scrooge úr, az évnek ebben az ünnepi szakaszában a szakadnál is kívánatosabb, hogy valami csekélységet juttassunk a szegény és elhagyatott embereknek, akik ilyenkor nagyon sokat szenvednek. Sok ezeren vannak hiány a legszükségesebb dolgoknak, sok százezer ember van hiány a legkisebb kényelmnek, uram. Nincsenek börtön? Börtön van elég. Hát a dologháza üzemben vannak még? Igen, bárcsak azt mondhatnánk, hogy nincsenek. Hát a törvények, amelyek ezek az intézményeket szabályozzák? Buzgón működik mindkettő, uram. Ó, már az a első szavaiból azt hittem, hogy valami meggátolod azt a működésüket. Örömmel hallom, hogy nem így van. Mi egy néhányan úgy érezzük, hogy ezek nem adnak keresztényhez illő testi lelki táplálékot, s magunkra vállaltunk egy olyan alapítvány létesítését, amelyből enni, inni valót és tüzelőt vásárolhatunk a szegényeknek. Azért választottuk ezt az időt az adománygyűjtésre, mert ilyenkor érzi az ember legkeservesebben a szükséget. Milyen összeget írhatok a nevem elé? Semmiért. Névtelen akar maradni? Egyedül akarok maradni. Az előbb említett intézményeket támogatja az állam. Aki rászorult, menjen oda. Alapszolgáljunk. Sokan nem mehetnek oda, sokan pedig inkább meghalnának, mint hogy oda kerüljenek. Ha inkább meghalnának, akkor inkább halljanak meg. Azért csökken a felesleges népesség. Holnap biztos egész nap el akar maradni, mi? Ha önnek is megfelel, igen. Nekem nem felel meg. De nem merni fogadni, hogy minden tartsát tartaná, ezért levonnék fél pontot. Velem szemben persze nem tartja minden tartsának, hogy semmiért kell kiadnom egy nap fizetését. De uram, ez csak egyszer fordul egy évben. Győrge mentség ez, minden karácsonykor meglopják az embert. De annál, ha legyen nekem itt, holnap utána reggel.
Az iroda egy szempillantás alatt be volt zárva. Az írnok végig siklott egy jeges részen, aztán rohant haza, ahogy csak a lába bírta. Scrooge mélabúsan baktatott lakása irányába. Otthona sötét volt és olcsó. Egy-két rozzant bútoron kívül nem sok mindent lehetett látni. Azokban a homályos szobákban lakott, amelyeket egykor elhunyt üzlettársa foglalt el. Hazaérve holtfáradtan dőlt az ágyába, de ezen az estén nem tartott sokáig nyugalma. Ki? Inkább kérdezd, ki voltam? Ki voltál hát? Életemben üzlettársad, Márni. Meg vagy láncolva? Mondd miért? Azt a láncot hordom, amelyet magam kovácsoltam életemben. Én csináltam szemről szemre. Minden elmulasztott alkalom, amikor valami jót tettem volna, egy újabb szem került a láncra. Nem tudod, hogy a halál után semmilyen megbánással nem tehetjük jóvá az élet elmulasztott dolgait? Pedig én elmulasztottam. Ó, elmulasztottam. Pedig te mindig jó üzletember voltál. Üzlet! Az emberség lett volna az üzletem. Jótékonyság, könyörületesség, türelem, jó akarat. Egész évben ilyenkor szenvedek a legtöbbet. Hogy miként jelentem meg neked, azt nem mondhatom el, de sokszor, igen sokszor ültem már mellett, hogy láthatatlanul. Most azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Még van remény, még van rá lehetőséget, hogy elkerülhess sorsomat. Mindig jó barátom voltál. Igazán köszönöm. Egy szellem fog megjelenni nálad. Ez a lehetőség? Én szívesebben megvolnék nélküled. Várd, ez még ma éjjel, mikor a harang 12-t üt. Boldogság. Szállam, mondd meg nekem, életben marad a picitén. Egy üres széket látok ebben a szegényes hajlékban, és egy kegyelettel őrzött mankó. Nem, mondd, hogy életben marad. Miért? Hát nem mindegy. De nem életre való, halljon meg. Azzal is kevesebb a felesleges népesség. Boldog karácsony, drágáim, áldjon meg bennünket az Isten. Áldjon meg bennünket az Isten. És éljen Scrooge úr is, értessétek Scrooge urat, ő adta nekünk ezt az ünnepi lakomát. Ő adta, bárcsak itt volna, mondanék neki egy esmát, hogy rakjék volna. De drágám, a gyereket kellőd karácsony napján. De hát tudod, hogy milyen kis tudhatnál nálad jobban.
Drágám, karácsony napja van. Jól van, iszom az egészségére, a te kedvedért és az ünnep kedvéért, de nem az ő kedvéért. Még karácsonyt és boldog új élet. Eközben beesteledett, és erősen havazott. Amint Scrooge meg a szellem végigmentek az utcákon, csodálatos volt a ragyogó fények tüze, amik a konyhákban, nappalikban és mindenféle szobákban kigyulladtak. Emmit azt mutatta a tűzlobogása, hogy meghitt családi vacsorához készülnek, s a tányérok már átmelegedtek a forró levestől. Amott a ház gyerek népe szaladt ki a hóba, hogy elsőnek üdvözölhessen az érkező rokonokat. Egy ház elé érve Scrooge vidám zajra lett figyelmes. A házat is felismertem, unoköccse Fred háza volt. Ha, görbüljek meg, ha nem azt mondta, hogy a barátság madarság, és komolyan is gondoltam. Annál jobban szégyelhetné magát. Hát jó mulatságot szerzett nekünk az öreg annyi szent. Bizony sem tudom, hogy nagyon gazdag, legalábbis én úgy hallottam. Hát aztán semmi használ nem beszél gazdagságunk. Én nem bírom elviselni a társaságát. Ó, én igen, sajnálom én. Akarva se tudnék rá haragudni. Ugyan visszámbrek a gonosz eszélyé miatt. Mindig csak ő maga fejébe veszi, hogy nem szeret bennünket, és hogy nem jön el vacsorázni velünk. Igaz, nem sokat veszít vele. Igen, is sokat veszít. Nagyon jó vacsorát veszít el. Mindjárt kész a vacsora, kis türelmet. Én gondoltam valami. Tárgy? Nem. Élő lény? Igen. Állat? Igen. Vízben él? Nem. Szárazföldi állat? Igen. A vigyában van él? Igen. A rapós? Igen. Honnan a kutyához? Nem, ne találgass. Valami különleges? Eléggé, én csak egyet ismerek belőle. Árulják a piacon? Azt azért nem, bár lehetne. Akkor megvan, a nagybátyád, az Scrooge. A gyungulatságot szerzett nekünk az öreg. Állatlanok volnánk, ha nem hittnánk az egészségére. Helyes. Hát éjjel, Scrooge bácsi. Boldog karácsonyt mindenkinek. A szellem ismét elindult, Scrooge pedig utána. Úgy tűnt Scrooge-nak, mintha megváltozott volna a város. Valahogy már nem alig volt. De annyi bizonyos, hogy ott voltak a város szívében, a tőzsdén, az üzletemberek között, akik fel- és alászaladgáltak, csörgették a pénzt a zsebükben, nézték az óráikat, úgy, ahogy Scrooge is sokszor látta őket. A szellem megállt egy kis csoport mellett, így Scrooge tisztán hallotta beszélgetésüket. Hogy van? Köszönöm is, van. Jó, mert ez a vénhincuk beadta a kulcsot. Úgy hallottam, mit tudott róla? Nem sokan, csak annyit, hogy meghalt. Mikor halt meg? Talán tegnap éjjel. De baja volt, azt hittem, sose hal már meg. Tudja az Isten. Mit csinált a pénzével? Talán a cégére adta, rám nem, az biztos. Valószínűleg Sirály temetése lesz. Ha megvernek, se tudok senkit, aki elmenne a temetésére. Mi lenne, ha hivatalul összeállnánk és elmennénk? Nem is rossz ötlet, nekem tetszik. Mi újság? Jó vagy rossz? Rossz. Tönkre vagyunk téve? Nem, van még remény. Hát ha az a vén fokar megenyülne, akkor igen, de a csodákban nem hiszem. Ő már túl van azon, hogy megenyülhessen. Meghalt. És ki leszállta az adósságunk? Nem tudom, de igazán ritka bal szerencse volna, ha olyan kegyetlen hitelező lenne az utódja, mint él volt. De mire ez kiderül, addigra talán megszerezzük a pénzt is. Akkor már éjszaka nyugodt szívvel alszom. Hát itt valahogy a nyomorodnak kellett, hogy az emberek beszéltek? De ki elszáll? Menj és nézd meg! Mivel már tudom, felállj egy kérdésemre. Ezek olyan dolgok, amelyek meg tudnak történni, vagy csak olyanok, amelyek meg lehetnek. Menj! Ebenezer Scrooge, hát én vagyok az ember, akiről beszéltek. Nem, szállam, nem. Nem akarok azzal válni, amit nem mutattál nekem.
Mondd, hogy megváltoztatom ezeket. Meg fogunk ünnepelni a karácsonyt a szívemben, és ünnepelni fogok egész évben. Élek, nincs még temetés. Könnyű vagyok, mint egy dold, boldog, mint egy angyal, és szédülök, mint egy részeg. Nem is tudom, hányika van. Halcsiket, milyen nap van ma? Micsoda? Milyen nap van ma, szépocsém? Hát nem tudja, karácsony napja. Karácsony napja? Hát nem mondhatod már semmit. Egy éjszaka volt az egész. Ismersz a baromfi keresztülést ott a második utcában? Meghiszem azt. Okos gyerek, ritka okos. Nem találták azt a díszfújkát, ami ott kint lógott? Nem azt a kicsit, hanem azt a nagyot. Amelyik akkor, mint én. Nagyszerű gyerek. Még ott lóg. Hát igazán, hát menj oda és vedd meg. Ez órakozó, nem tudja kivel. Nem. Komolyan beszélek. Mondd, hogy hozzá kérek. Itt van egy pont, a gyorsan szed a lábad, megfogod a párját is. Bob barátomnak küldöm. Kétszer javasz a bolyga, mint a picit. Majd én gondoskodom róla, nem fog üresen állni a széken, nem fog meghalni. Karácsony másnapján Ebenezer Scrooge szokás szerint pontosan a íróasztalánál volt. Írnoka természetesen még sehol, bár az óra már a 8:30-as ütötte. Az óra 3:45. Rohanva jön be Bob Cratchit. Leteszi táskáját, kabátját, gyorsan a helyére siet, és őrült tempóban írni kezd. Hogy képzelsz, hogy ilyenkor érkezik? Nagyon sajnálom, elkésdem. Elkésett? Meghiszem, hogy elkésett. Jöjjön csak ide. Csak egyszer egy esztendőben. Többet nem fordul elő. Ilyen vígan voltunk tegnap. Na hát mondok én magám valamit, barátom. Nem engedem, hogy így meg tovább dolgok. És ezért, felem a fizetését. Boldog karácsony, Bob. Sokkal boldog, mint eddig volt. Felem a fizetését, és vállalom, de segítek küzdködni családjának. Ezeket a dolgokat mi megbeszéljük egy forró kocs mellett. Rakja meg jól mind a két káját, és vásárolja magát a széntartót, még miért pont ott lenne a mondat végére. Mindenkinek boldog karácsony!